Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm mai vendégünket, Kern András színművész. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött hozzánk, bár ha jól tudom, akkor nem nagyon szeret interjút adni, ugye? Hát, vegyesen van ez, most már szeretek végül is. Vagy, vagy, hát nem is úgy, hogy már volt egy időszak, még fiatalkoromban akkor mindig letoltak engem a riporterek, vagy újságírók, hogy én nem nagyon válaszolgatok, vagy nagyon röviden válaszolgatok, és akkor azt megtanultam, hogy az, az jó, a, jó, szeretik az interjúvolók ha az ember beszél, és akkor ezt a tulajdonságomat tulajdonképpen majdnem, hogy azt mondom, tudatosan kifejlesztettem. Elkezdtem beszélni én, a nem beszélés helyett, és azóta már nincs ez a fajta izé, egy kicsit a bulvár interjúktól félek mostanában, tehát a bulvár újságoktól, meg az internettől. Nem is azt mondom, hogy nem szeretem, hanem félek tőlük. Nagyon, nagyon vad dolgokat tudnak. Az az igazság, hogy én hajlamos vagyok egy kicsit ironikusan beszélni, vagy bonyolultan, vagy tekerten, vagy én nem veszem azt észre persze, de mondják, hogy úgy hmm. ki kell szedni belőle, hogy mi az igazi, és mi a játékos, vagy mi a humoros benne, vagy mi az önirónikus, és akkor azt, ha nem értik meg, akkor egyenesen leírják az internetre, vagy bulvárújságban, és akkor kiderül, hogy a marhaságok jönnek ki belőle. Azt é, nem emlészem. szeretem. Emlékszem egyébként, hogy Major Tamás azt mondta, hogy a színész az ne is nagyon adjon interjút, vagy ne nyilatkozom, mert hajlamos arra, hogy eljátsza, de akkor nem erről van szó. Az nem, azt hiszem nem. 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 Azért is mondtam ezt, hogy interjúadás, mert hogy az, aminek apropóján most beszélgetünk, ez tulajdonképpen egy interjú kötet ami a napokban jelent meg, ezt nem lehet leírni címmel. És amikor én ezt elolvastam ezt a könyvet, akkor az első gondolatom az volt, hogy ön szeret is írni, tud is írni. Hát számos színdarabolt filmforgatókönyvet, egyéb írást is jegyez. Miért nem vállalkozott arra, hogy ezt saját maga írja meg ezt a könyvet? miért van ez a forma, ez az interjú kötött? Nem tudtam, próbáltam, próbáltam, gondoltam én rá sokat. Hát először is nem, az egyáltalán nem biztos, hogy az embernek saját magáról kell írni egy könyvet, ilyen kö kötelezvény nincsen. Meg... Hát szóval ez az nem, nem olyan magától értetődő, hogy az ember magáról beszéljen, vagy nagyon hosszan, tehát hogy írjon egy könyvet magáról. De mondom, eszembe jutott nekem ez, pont ettől, hogy én is úgy érzem, hogy nekem van egy kis írói készségem, hát írónak aztán egyáltalán nem nevezném magam, de egy készség arra, hogy leírjam azt, amit gondolok, az van nekem, és akkor próbálgattam, és üdögéltem, és ilyen papírral, olyan papírral, így próbáltam, úgy próbáltam, és nem nagyon ment. És pontosan ebben az időszakban, amikor ezt úgy próbálgattam, akkor egyszer csak jelentkezett a Bárdos és azt mondta, hogy ő neki az az ötlete, hogy mi beszélgessünk én rólam egy könyvnyit, és akkor mondtam, persze mert eszembe jutott, hogy egyedül én ezt úgy se tudnám megcsinálni. Ez az írói véna, vagy ez az írói készség, mondhatjuk esetleg, hogy azért a, az édesapjáé, hiszen ha jól tudom, akkor a 60-as évek elején az édesapja írt egy ifjúsági reggel. Igen, 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 igen. Amiben... A hóban az a címe. Pedig hát, hát ő, ő teljesen címe a polgári korogoszú. foglalkozást igen. ember volt, ugye? Igen, de mindig érdeklődött az ilyesmi iránt, mindig szeretett volna valami olyasmi lenni, ami aztán én lettem, tehát vagy vagy színész, vagy dramaturg, vagy író, vagy rendező, vagy ez, ezek nagyon érdekelték a lapámat, aki valamilyen oknál fogva, illetve hát tudom, hogy milyen oknál, a numerus clausus időszakban lett volna ő egyetemista, ha lett volna, de nem lett a származása miatt, és akkor aztán bankban dolgozott, aztán kis könyvelő lett, egyesült gyógyszergyárban dolgozott. Szóval adminisztrációs munkákat végzett egész életében, de nem az érdekelte. Mindig érdekelte az ilyesmi, mint ez én az egyetlen könyve volt. Igen, meg egy Édesapja. pár novella megjelent, ilyen ifjús. Az, az ha is jól tudom, ifjus, én megmondom őszintén, hogy ezt a könyvet, az édesapjának a könyvét nem olvastam, de ha jól tudom, akkor ebben önt is megrajzolta, vagy az ön ifjúkori portréját is megrajzolta, vagy meg az osztálytársai. Igen, 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 igen. Sziget utca iskolába jártam, és az egy nagyon jó időszak volt az életünkben azt hiszem, hogy az összes osztálytársaim úgy veszik, hogy egyáltalán én szerettem iskolába járni, furcsa módon. Azt sokan szokták mondani, hogy jaj, csak már vége lenne az iskolának, hogy nem szereti. Én meg szerettem. Mm. Általános iskolába is szerettem, gimnáziumba is szerettem, főiskolára. Hogy valahogy én jól voltam az iskolákkal. Nem is csak azért, amit ott tanulni lehetett, vagy nem, talán nem is elsősorban azért, hanem én olyan társasági helynek talán úgy vettem az iskolát, mint egy kávéházat, vagy mint egy felnőtt egy kávéházat. Tehát szerettem úgy bejárni, szerettem az osztálytársaimat, viszonylag szerettem a tanáraimat, vagy sokszor szerettem a tanáraimat, még az órákat is szerettem. A tárgyakat nem mindig, szóval megtanulni mindent azt nem szerettem. Matematikához például soha nem volt semmilyen érzékem is tök hülye volt. Majdnem meg is buktattak érettségi elő. De ebből a könyvből, az édesapja könyvéből mondhatjuk, hogy egy ilyen új lipótvárosi vagánysrácnak a portréja rajzolódik elénk? Hogyha nem, kell keressük ebbe a könybe. Nem? nem? nem, Én szerintem nem. Egy kicsit emlékeztet a inkább külső vonásaiban a, a főhősnek, ennek a Csatahóban regénynek a főhőse egy kicsit hasonlít rám, de nem a nagyon. És Lipótvárosi vagány pedig nem volt, a, ennek a könyvnek a főhős az nem vagány egyáltalán, inkább egy olyan becsületes, helyes srác, olyan pozitív hős, és én sem voltam a nagyon vagány, egyáltalán nem voltam nem. vagány, hanem no, rendes kis srác voltam. Nem. nem, olyan alkat voltam, nem is olyan, szóval nem voltam sportos, nem voltam huligán, nem voltam nagymenő, Inkább egy olyan kis vékony, szőkes aki értelmiségi gondolkodással, rend, vagy származással, otthonról hozott értelmiségiséggel rendelkezett, és nagyon érdeklődött a művészetek iránt. Ez egyébként már az az életének az a szakasza, amikor jöttek a gyerekszínészi feladatok? Ez már egybe Meg előtte is. De teljesen véletlenül már előtte is. Szóval mit tudom 6-8 éves koromban én érdeklődtem ez iránt. Vagy, a, mm. vagy, az apám keltette föl az érdeklőd, apám úgy De azért ebből a felé. is kiderül, hogy azért a nagy vágy, a nagy terv, vagy a nagy álom az a film volt, vagy a filmkészítés volt igen, először. Igen, igen, igen. Ez volt a, vagy ezután jött az a húsdarálós filmkészítési időszak? Igen, igen. És aztán lett belőle filmezés is, amatőr szinten. Nyertek is, ugye? igen. Először elmentünk egy iskolába tanuló, vagy hogy mondjam, amatőrfilm szakkörbe a József Attila kultúrházban volt egy úgynevezett amatőrfilm szakkör, és oda jártam én, és ott majdnem, hogy azt mondom, hogy tanultam filmezni. Ott voltak, akik ezt elmagyarázták, és sokszor meghívtunk igazi filmeseket is. Emlékszem például a Fazekas Lajos nevű filmrendező, aki a Sándor Pali osztálytársa volt, az ő többször is ott volt az amatőrfilm stúdióban, és ott magyarázta nekünk az egész filmezésnek, a, hát főleg a technikai részét. Szóval nagyon komolyan megtanultuk a, a csinyát, bínját a filmezésnek, amit én egyébként olyan autodidakta módon már a gyerek szerepeim közben úgy nézegettem. Szóval, mikor gyerekszereplő voltam egy filmben, akkor nem, azt, nem azzal foglalkoztam, hogy hogyan kell mondania szöveget, mert az olyan magától értetődő egy gyereknek, vagy természetes, vagy könnyebb, Ha nem azt néztem, hogy, hogy mere felé megy a fárt, hogy hogy kell svenkelni, hogy mire snitre miért vágnak, vagy miért csinálnak egy közelít, meg miért van a... Szóval, hogy hogyan készül a film, az nagyon érdekes. Azt szoktam mondani, hogy alkotóként vagy rendezőként, hát úgymond másfél filmet jegyez, egy egész vagy teljes film az a Stracciatella, és van egy fél film, Úgy amit jön. Koltai Robert-tel jegyeznek közösen ez a miniszter félrelép, de én éppen összeszámoltam itt a beszélgetésre készülve, hogy több mint száz játékfilmben vagy tévéfilmben játszott. Hát ez egy olyan szám, amit mondjuk Robert De Niro is elirigyelhetne. Na jó, hát mert ők nem úgy élnek, ők nem játszanak annyi félében, ők nagyobbakban játszanak, és kevesebbet. Inkább a Robert De niro én irigylem, nem hiszem, hogy ő irigyelne engem. Én irigylem őt, hogy ő, Ilyen nagy dolgokat csinált, mint amiket csinált, és hogy én éjjel kettőkor, hogyha még ébren vagyok, akkor elkezdek keresgélni a televízió csatornák között, és Robert de Niro filmekre vadászom, vagy ilyesmikre, Al pacino ra is, Dustin Hoffman-ra is, meg Edward Norton-ra is. Spencer de, Tracy, hát, őt csak azért hozom szóba, mert az hogy a egy darabot. Igen, igen, igen. Azt őt mondjuk elég nehéz elcsípni talán még a film múzeumi csatornákon is. Igen, igen. A maiakat inkább és azt szívesebben is nézem. nem tudom, ilyen, hogy mondjam, olyan egyszerű filmeket szeretek mostanában. Mo mozikat, azt mondom, mm. ebben a könyvben is én nagyon hiszek a moziban, tehát ami nem Nem Ez kifejezetten kommersz, nem lehet, kifejezetten, lehet levetni, lehet akár sírni, hát amit érezem, kell. És ezt a hollywoodiak tudják ma a legjobban a világon, én azt hiszem. Tudom, mindig mondják, hogy van Francia új film is, meg olasz is, meg spanyol is, meg mindenféle érdekesség, meg iráni. De ezek valahogy egy úgy kívánnak, például nekem. a nekem. román film. Tudom, a románt is nagyon dicsérik. Én egy-kettőt látok ezek közül, de inkább magától értetődően amerikai nézek, mert a hollywoodi filmkészítés az úgy megfogott engem sem. ez a hollywoodi nekem. filmkészítés szóba került, akkor Vixinázi kolléganője, útvölgyi Erzsébet, a Minap egy rádió interjúban úgy emlegette önt, hogy Kern András, Andrew Kern. Tehát jelezte egy kicsit, hogy Kern András néha szeretne Andrew Kern lenni. Ez, ez arra utal, hogy néha vágyik arra, hogy, vagy vágyott arra, hogy amerikai típusú filmsztár legyen? Hát amerikai típusú, az mindig szeretnék lenni, nem is a filmsztárság vonzabból, hanem ahogy ők játszanak. Tehát amerikai típusú filmszínészetet, azt szívesen művelnék én, de azt hiszem, az nem elhatározás kérdése. Egyrészt, ahogy... egy, egyrészt meg kell tanulni, mert őket nagyon tanítják a stanislavski módszerrel. A, de én azt gondolom, hát a hogy a semmi, metóda, semmivel a módszer, sem rosszabbak az... a magyar színészek, a filmszínészek, Igen, mint az amerikai Igen, filmszínészek. Kevesebb Igen, Igen. lehetőséget kapnak a bizonyításra. Igen, talán úgy van. Ha én elmegyek eset... egy színházba, mondjuk, akár a Víg színházba, de említhetek számos budapesti színházat, akkor én néha tátott szájjal nézem a színészeket, akik Hát szerintem legalább olyan jók, mint Robert De Niro. Na, hála Istennek, akkor jól van. Hiszen ez a célunk nekünk, akkor maradjunk abban, hogy mégiscsak a sztárságot, tehát a világhírűségüket azt én rettenetesen irigylem. Azt mindig szoktam mesélni, azt fajta... és nincsen semmi, ez egy játék, játékos gondolat. Tehát én nekem azt tetszik, hogy a bizonyos estéken az eszembe jut, hogy bizonyos estéken a világ bármelyik pontján az ember bemegy egy moziba, vagy kinyit egy televíziót, és ott bizonyos csatornákra kapcsol, akkor ott a Jack nicholson vagy a Robert mm. De Niro t vagy az Al pacino lehet látni. Mindenütt. Sánkhájtól Bukarestig, akárhol. De bizonyos, és ez tetszik nekem, bizonyos, hogy, bizonyos, hogy ők az egész hogy világon ő, ismertek. A játék stílusuk, vagy a nagyszerű színészi játékuk mellett azért kicsit irídlésre méltó az a fajta életfelfogás, vagy életmód is, tehát, hogy lenyitható tetejű autókkal járni, szórni a pénzt, és teljesen megközelíthetetlennek lenni? Én egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy ők lenyitható tetejű autókkal járnak, szórják a pénzt, és megközelíthetetlen. Hát Ez a megközelíthetetlenség az azért, az azért szerintem majdnem biztosra vehető, nem? Hát lehet, hogy őket egy kicsit védik, igen, jobban. De a másik kettőben egyáltalán nem biztos, és ez meg alkat kérdése. Egyáltalán nem hiszem, hogy ők mások lennének. Szerintem a világon mindenütt a színészek értik egymást, összekacsintanak, és hasonlóképpen gondolkoznak. Ők jóval gazdagabbak. Persze, hát nagyon nagy pénzeket keresnek, igen. Na, ezek voltak a filmes indítatások, amiről beszéltünk, de azt olvasom a könyvben, hogy a színház felé, vagy a színház irányába is voltak meghatározó élményei. Jelesül például a madár színházbeli Hamlet, Gábor Miklós Hamlet alakítása, ami, ami 13-szor látott. É, azt hiszem, igen. Én úgy szoktam mondani, de az nem biztos. Lehet, hogy 14-szer. Ez érdekes egyébként, hogy, hogy ez annak idején milyen, hát mondhatjuk, hogy kultikus előadás volt. Édesapám, igen. aki csak egyszer látta ezt a Gábor Miklós féle lett előadás, de hát évtizedekig beszélt erről, vagy mesélt erről, és számomra ez úgy írható körül, hogy vagy legalábbis az ő története alapján úgy írható le, hogy hogy ez akkor valóban a, a közbeszéd tárgya volt. Tehát akkor az emberek erről beszéltek a villamos megállóban, vagy erről beszéltek a, a buszon, mint ahogy manapság arról beszélnek, hogy kiesett ki az X-faktorból. Tehát benne volt a, a hétköznapi beszédben. Ez igen, téma minden. volt. Hát igen, egyrészt mivel nem volt televízió, vagy akkor kezdő, éppen egy kicsit volt még csak, és nem voltunk így el csábítva a televízió felé, és másrészt a színház egy kicsit előbbre volt tolva. Előbb, előnyösebb helyzetet élvezett, mint most. Én szerintem ez céltudatos mm. volt. Szóval a Kádár rendszer megtette ezt, hogy a művészetet egy kicsit előbbre helyezte, mint ahol a mint ahogy az üzleti helye van, tehát ma egy kicsit hátrébb van a színház, én azt gondolom. De a ilyen piaci értenemben... helye hátrébb van, és valószínűleg ma van a helyén. Igen? Én azt hiszem, igen, az egy szerencsés korszak volt. De hogy Ilyen értelemben nem is közbeszéd tárgya, vagy nem téma a színház. tehát. Manapság nem annyira. Nem, nem gondolja azt, hogy esetleg ma is akár egy ilyen busz megállóba két ember arról beszélget, hogy te tegnap este láttam a Pesti Színházban a nem. kellékest Kern Andrással, egyedül a színpadon végig. Hát az milyen fantasztikus volt, nem lehet, hogy van ilyen? Tudom. De lehet, 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 csak nagyon kevés ilyennel találkozunk, vagy kevés visszajelzés jön el hozzánk. Lehet, hogy aztán a Gábor Miklós se tudta, hogy őnek az ő hamletje az mennyire közbeszéd Ráadásul nem volt minden előadás közbeszéd az volt. Az egy különleges, hmm. érdekes előadás volt, és az pedig, hogy mitől volt olyan érdekes, az tökéletesen meghatározhatatlan szerintem. Szóval nem, nem lehet azt mondani, hogy valami halálosan modern dolog lett volna. Egyáltalán nem volt modern. Vámos László rendezte, aki később tanárom vanbette, volt, igazán látható. klasszikus volt. A Gábor Miklós egy szőke parókában, egy igazi hamlet jelmezben volt, a színészek madács színházasan játszottak. Uh -huh. Az egész dologban semmi különös nem volt, kivéve egyet hogy a Shakespeare zsenialitását, amelyben egy 12. századi Dán királyfi történetét elmeséli az 1600-as években, és azt az Arany János fordításában a Gábor Miklós a szájára vette 1960-ban, vagy 61-ben, az olyan erővel, olyan szerencsés pillanata volt a világnak, vagy a én korosztályomnak legalábbis, hogy úgy meg, megszólított bennünk. Szóval azt teljesítette, ami a színház dolga szerintem, hogy oda szólt nekem a Gábor Miklós a Hamlettel, hogy én most te rólad beszélek, az apádról, meg a apáddal való viszonyról, meg a te gondolataidról, meg a te zsigereidről, meg a szerelmedről, meg a hatalomhoz való viszonyodról, meg, ahogy látod a világot, azt én most elmesélem neked. Olyan volt a Gábor Miklós, mintha ezt mondta volna nekem, hiszen különben nem néztem volna meg 17-szer vagy 14-szer. Eszem ágában nem jutott volna olyat, ami, ami nem áll ilyen közel hozzám. Azért, mert én a színházi ember akartam lenni, az se késztetett volna erre. Valami volt benne, és ez megmagyarázhatatlan a színházban, és ez szerintem örök, és nem akarok nagy Szavakat használni, de az az érzésem, hogy a filmmel van mindig baj, ugye? Hogy a filmezés művészete, vagy kommersz, vagy lesz-e még, vagy a mozik bezárnak, vagy meg fog szűnni, vagy majd csak telefonon lehet nézni, vagy számítógépen. És ugyanez van a zenével, amit nem lehet tudni, hogy. CD-n kell lehallgatni, vagy magnetofonon, vagy másfajta BD-n, vagy FD-n, vagy kg hát ezeket a formákat és az... minden mindig változik, és mindig minden ott van a határán, hogy megszűnik, és a televíziózásra is azt mondják, hogy majd tíz év múlva nem lesz televízió, meg a rádióban nem fognak fikciót játszani, hiszen szóval mindig minden művészettel van valami, nem nincs soha semmi, az legfőjebb kicsit rosszabb, kicsit érdekesebb, kicsit jobb, de én szerintem, amíg a világ világaddig lesz, az a színház. Mert Most az amit... élő, az ott áll két ember, vagy három, és egymással konfliktus helyzetben beszélgetnek, és beszélnek te rólad, a nézőről, mm. és ez mindig mindenkit érdekelni fog. Most ennek világ, kapcsán, amit világ. mond, az jutott az eszembe, hogy évekkel ezelőtt, hát sok évvel ezelőtt, volt egy előadás a Víg Színházban, amit hát ön jegyzett íróként, és szerepelt is benne, ez a Szent István körút 14 című Igen, Igen. darab volt, és abban van egy dal, a Szent István körúti álom című dal, és annak van két sora, nem tudom, hogy jól idézem, -e, de az úgy szól, hogy a Szent István körúton sok minden megtörtént már, de ha nem játszunk semmit, a villamos akkor is jár. Ez azért szomorú, nem? Mert, mert azt üzeni, hogy hát nem áll maga az élet színház nélkül se. Hát igen, igen. Szerencsére ez ezt oszt... a két sort nem én írtam, hanem a Dusán vagy a presser, ezt nem tudom pontosan, és nem is tartom olyan nagyon emblematikusnak. Vagy szóval nem, nem, nem é, é, baj ez, de amit mond. Így mert... De így gondolja hát, egyébként? Hát, ő ő is? Valószínűleg igen, de mondom, nem lesz ilyen. Nem lesz ilyen helyzet. Mm. Én szerintem nem lesz. Tehát menne, persze a villamos akkor is járna ha mondjuk a Vígszínház nem lenne, de a Vígszínház lesz. Lesz. Akármi le van a Vígszínház lesz, vagy ha nem Vígszínház lesz, akkor lesz egy másik színház. De maga a műfaj az, hogy emberek, élő emberek, élő embereknek beszélnek arról, hogy ővelük mi van, vagy milyenek ők, Hát ezt is a Shakespeare mondta a legszebben, és ezt én mindig mondogatom, ami hát persze közhely, meg százezer szer lehetett hallani. Azt mondja a Hamletben, hogy a művészet dolga az, hogy tükröt tartson, mint egy a természetnek, és ezt mindenki tudja, aki ezzel foglalkozik, de hát ha az inforádió hallgatói közt van három, aki most hallja először, hogy arra való a színház, hogy egy tükör legyen. Olyan, mintha azt mondanák, amit a Gábor Miklós mondott nekem akkor a hamlettel, hogy neked beszélek, neked énekelek, neked mondom, figyelj ide, szólok hozzád, és úgy meg tud szólítani engem személyesen egy színi előadás, akár jó darab, akár rossz darab, akár jó színész, akár rossz színész, akár jó rendező, akár rossz rendező, akár komédia, akár tragédia, akár kabaréest, akár dráma, az óriási, az fölemelő és gyönyörűséges, amikor oda szólnak az embernek, és az ember úgy megy ki egy színházból, hogy úgy megrázza a fejét, és azt mondja, hú de érdekes volt ez, milyen szépen beszéltek én hozzám, vagy hogy megérintett ez, vagy igen, én is így vagyok vele és akkor úgy másképp fölemeltebben, föl vagy má, megrázva megy haza az ember. Én szerintem ezt hívják katarzisnak, és erre törekszik minden színész mindig, minden előadásával, Val. hogy ez megtörténjen a nézővel. És ha ez megtörténik, az gyönyörű. Beszéltünk, ez, erre, ez kell az embereknek. Beszéltünk arról, hogy azért a színház helye az az elmúlt évtizedekben azért sokat változott a mai Magyarországon. Hogy látja egyébként, hogy Változott a közönség is? Mondjuk például a Víg színház közönsége, vagy említhetném a József Attila színházat, ahol szintén játszik, és sok éve játszik. Változnak? Változnak Na, a közön. nézők. Nagyon nehéz kérdés. Változnak? Hát persze, hogy változnak, hiszen mások. Nem csak arra gondolok, hogy nem Én... ugyanazok ülnek háztéről, nem, a nézőtéren. Igen. Hogy általában egy nézőtér milyen, azt nem nagyon lehet megmondani. Nem, az kevéssé lehet megmondani. Valahogy az egy massa az, az, az előadás az embereknek a vannak, vannak olyan színházi tömége, emberek, akik, akik azt mondják, hogy már azért lehet sejteni valamit a, 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 az előadás előtti zajokból, a közönség zajokból is, hogy ez most milyen este lesz. Igen, ez így van, és ez nem változott. Én, ha igazán komolyan akarok erre válaszolni, én azt mondom, hogy nem változott. A mennyiségük inkább változott, és az rossz felé, sajnos. De ebben is mondom, lehet, hogy... Hát, hogy most egy... van rendben, nincsenek tele a színházak most. Az az igazság, hogy nincsenek tele. Általában nincsenek tele. Bizonyos új daraboknál, amik még nem játszottak olyan sokszor, a színházak, ott mindig tele vannak. Bizonyos daraboknál, amik nagyon érdeklik az embereket, de van, ami halálosan és szerencsésen Uh -huh. és még nem ment 280-szor, vagy 170-szer, csak 35-ször, vagy 45-ször azok tele vannak, több előadások nincsenek. Hát azért, hogyha én mondjuk aznap délután egy esti előadásra akarnék mondjuk a Víg Színházba jegyet foglalni, akkor azért nem lennék könnyű helyzetben. Azért ott általában Hát, őszinte legyek? Nem, a, így. a Színház... könnyű helyzetben lenne. Igen. Próbáljon meg ma este elmenni a Vígszínházba, fog kapni egyet. Uh -huh. Fog Nem olyan nehéz a manapság. A... Ez így különösen volt. Nincs Ez egy könnyű. régi, régi dolog, amiről mi beszélünk. Már úgy értem, hogy régi, nem olyan nagyon régi, de három-négy évvel ezelőtt még így volt, most már nem így van. És a Vígszínház azért különösen nehéz helyzetben van, hiszen a fővárosi színházak közül a Színház a legnagyobb nézőterű Igen, nem, Hát nem, Itt nem. estéről estére ezer embert kell behozni és leültetni. Hát ez Igen, azért nagyon nehéz. Ha a Pesti Színházat is odaveszünk, akkor 1500 -at. Tudom, és ha még a házi színpadot ah. is veszük, akkor 1580-at. Tudom Igen. én, hogy nehéz. Az Eszeny Jenikő harcol is, mint az őrült, hogy ezeket a helyeket estéről és estére megtöltse, és szerencsés estéken megtölti, nem minden este tudja megtölteni. És ez azért különös nekünk, ezt a Léner Péter a József Attila színház volt igazgatója, magyarázta el egyszer nekem, és úgy megmaradt a fülemben van, hogy tulajdonképpen a, amikor ezek a színházak épült, például a Víg színház épült, ő azt mondja legalábbis, akkor az volt a terv, hogy 75-80 százalékos kihasználtságúra épített. Tehát ugye ezer személyes volt, és azt mondták, ha 750-en vagy 800-an vannak, akkor rendben van a színház látogatottsága. Aztán elkövetkezett egy véletlen időszak, az 50-es évek, amikor azt mondták a szörnyű rákosi diktatúrában, hogy emberek, művelődjetek, járjatok színházba, és hogyha nem jártak színházba, akkor egy forintért adtak nekik jegyet, vagy ötven fillérért, vagy ha nem volt tele egy színház, akkor kivezényeltek egy század katonát, és tele volt. És ezt átörökölte a kádárrendszer is, úgyhogy és még a, a úgynevezett rendszerváltás után is átöröklődött a szokások miatt, hogy annyian megszokták, hogy a színház az olcsó, meg színház az kell, meg színházba járni. Egy olyan egyszerű műveltségi dolog, és ettől divatos is volt, és ez mindez eltartott szerintem három-négy évvel ezelőttig. Tehát 1945-től 2005-ig. És mi, hogy az, ját, ez most megváltozott? A most a miatt nincsenek telt házak? Én részesen. szerintem igen, meg nincs annyi ember, aki ez iránt érdeklődne. Kicsit kiment a divatból. Egy picit, nem nagyon, szerencsére nem nagyon, de egy kicsit kevesebben járnak színházba, és az a kevesebbség az mutatkozik a nézőtéren, abban a a Víg Színházban 150-200 üres helyen, ami azért van bizonyos estéken. Néha csak 80 van, vagy néha csak 110, de az van. Szóval nincs annyira tele, mint volt. A beszélgetésünk apropója egy napokban megjelent könyv, ezt nem lehet leírni címmel egy interjú kötett Kern Andrással. És a Víg Színházról beszélgettünk a, az imént, bocsánat, az interjú kötet, az nem úgy hangzik, mintha egy csomó interjú lenne egymás mellé rakva, és abból jelentő. Kell mondással készült, hát szóval hosszabb, olyan nagyobb élegzeti, Igen, olyan, mint életrajzi beszélgetés így van, lenne. Így és még fényképek is vannak benne. Még hozzá milyen jók, hiszen ráadásul a, is kicsit úgy tűnik nekem, hogy a családi albumból előkerült képek. Tehát az ezeket is, a képeket igen. még nem nagyon lehetett látni máshol. Igen, talán igen. Na, térjünk vissza azért a Víg Színházra, hiszen több mint négy évtizede itt játszik. Ez hűség? Igen, hát gondolom, igen. Hát De hűsége vagy... hűséges típus? Egyébként? Ja, típus? azt hiszem, igen, igen. Van én nekem mindenféle hátrányom, meg bajom, meg rémes egy alak vagyok, biztos, de speciál hűségesnek elég hűséges vagyok. Igen. Igen. Ha, ha Vix Színház, akkor azt hiszem, hogy megkerülhetetlen, és ebben a könyben is többször szóba hozzák Várkonyi Zoltánt, a Víg Színháznak a legendás igazgatóját, és az biztos, hogy, hogy ő az, akiről minden tanítványa és minden kollégája általában felsőfokban szokott beszélni. Meg lehet azt határozni, hogy mi volt a titka a Várkonyi Zoltánnak, vagy a Várkonyi Zoltán vezette Víg Színháznak? Nem. Nem. Ez a baj, hogy nem lehet meghatározni. Ha meg lehetne, akkor csinálná... De mit tudott emberek? Várkonyi, amit most a jelek szerint nagyon kevesen tudnak, vagy alig tudnak? Hát ez az, ezt mondom, hogy ezt nem lehet meghatározni. Ja, nem lehet tudni. Én, azt sem, hogy én ő... nem tudom, vagy legalábbis én nem vagyok elég okos ahhoz, hogy ezt megmondjam. Tudok mesélni a várkonyról a Várkonyi egy rendkívül gondos, alapos, nagyszerű, fölkészültségű, remek színész és rendező volt, nagyon jó tanár, és mindezt egy halálos könnyedséggel, lazasággal, gyorsasággal és ügyességgel párosítva. Tehát egy időben még akár úgy is kinézhetett az ő működése, vagy viselkedése, mint aki felszínes egy kicsit, pedig nem volt az, mert rettenetesen gyors volt, egyáltalán nem járt be például minket tanítani, vagy nagyon keveset járt be, időnként mondott valamit, és az nagyon jelentős volt, és aztán eltűnt hónapokra, a Vígszínházat délelőtt 10-től 11 ig igazgatta, és minden rendben volt. A darabjait, amiket rendezett, azokat 10-től fél egyig próbálta, általában nem két hónapig, hanem csak másfélig, és akkor az is rendben volt könnyű kézzel rendezett filmeket, tanított a főiskolán. Tehát azt lehetne hinni, hogy egy felszínes vasas volt, aki nem figyelt oda. Na most ennek az ellenkezője az igaz, mert ő mindenre odafigyelt, mindent tudott, és rettenetesen gyors és könnyű kezű volt. Ebből származhat ez a félreértés. Már amennyiben van, hát ez főleg a kortársaiban, vagy akkoriban volt, akik így emlékeznek rá, azok már nem tudhatják ezt azoknak meg elmondani, hogy ő mitől volt jó tanár, mitől volt jó rendező, mitől volt jó színházigazgató, én nem tudom megmondani. De nem Síván tudom, egész egész a, a közönséghez, értett a színdarabokhoz, a... művelt volt, anglomán volt, frankomán volt, szerette a magyar irodalmat, a magyar írókat, a magyar színészeket, szerette a közönséget, és ezt mindegy olyan, valahogy egy olyan egyensúlyba tudta hozni, amit úgy hívnak, hogy színház csináló. És ez az jó. Volt. Azt írta róla Darvas Iván egész egyszerűen, Várkonyi Zoltán az Istenek kegyeltje volt vasárnapi ember, a napfia. Nagyon szép. Ilyenkor ő okosabb volt ebben, a, ebből a szempontból az Iván biztos még. De a könyvet olvasva az derül ki, hogy önt például az első években, az első vígszínházi években hát nem nagyon kényeztette el Várkonyi Zoltán. Nem, egyáltalán. Alig általán. kapott feladatot, igen, alig igen. kapott szerepet. Igen, de az nem Sok nem volt keserűség? De, de. hát hogy ne lett volna. Dehogy de? Én nagyon elégedetlen voltam, és fáj, fájdalmasan hiányoltam a szerepeket abban az időben. De ezt ő tulajdonképpen meg is mondta nekem. Előtte mondta, hogy ő most odavesz engem a Víg színházhoz, mert olyan színházi embernek tart, akiből még akkor, mikor elvégeztem ugyan a színész szakot, akkor se lehetett biztosan tudni, hogy színész lesz-e, vagy rendező, vagy valami ilyesmi. De ő úgy érezte, hogy én nekem ott a helyem, én maradjak szépen ott, és várjak, mert ő azt mondta, hogy én most éretlen vagyok azokra szerepekre, amelyeket megkaphatnék. Egyrészt nem vagyok elég jó színész még, másrészt fiatal fiú szerepekre nem vagyok elég hősi alkat. Szóval ilyen olyan okokból azt mondta, hogy én később Ez fogok volt ugye, jól amit működni. úgy emlegednek, hogy Várkonyinak a szép színész korszaka. igen, talán igen. Ő nagyon szerette a szép, szép fiúkat, és az nem voltam én. De aztán szerencsére ebben is igaza volt, hogy azt mondta, hogy olyan 7-8 év múlva majd én engem megtalálnak a feladatok, és el is kezdtek megtalálni. Talán még annyi se volt. 3-4 olyan év volt, amikor hmm. boldogtalan voltam, szerep hiányos voltam. Inkább azt sajnálom, hogy amikor én elkezdtem igazán nagy szerepeket játszani, megkockáztatom, amikortól elkezdtem jó lenni, akkor ő rögtön meghalt. Úgyhogy én, én nagyon sajnálom, hogy ő nem látott engem jó, jó mm -hmm. Ez a várakozás egyébként, amiben ezek szerint csak 3-4-5 év jutott a pályája elején, azért azt gondolná az ember, hogy ez a színészi létnek azért szoros velejárója, nem? Tehát várni egy szerepre, várni egy feladatra, várni arra, hogy megcsörenjen a telefon, hogy kell menni esetleg a szinkronba, vagy a rádióba, vagy a tévébe. Hát várakozni kell, mindig várakozni. Igen, igen, de ez nem rossz. Sokat kell várakozni. De, de, ez rossz. Nem is mondtam én, hogy színésznek lenni a nagyon jó. <laughs> hát van annak egy csomó hátra. Egyrészt egy darabig várakozni kell, utána meg meg kell csinálni. Emlékszem, a, a bodrogi Gyula mesélte, hogy ő szerinte egy színésznek, a, hát ez persze ilyen ironikus történet, de sok igazság van ám benne. Színésznek addig jó, amíg egy szerepet megkap, utána már nem olyan jó. De ő mindig azt mondta, az a jó, hogy az ember megy, nézegeti a próbatáblát, egyszer csak azt látja a próbatáblán, hogy az van kiírva, William Shakespeare Hamlet, hogy azt eljátsza a színház. És oda van írva Hamlet, és a te neved van odaírva. Vagy az, hogy Bodrogi Gyula, vagy az, hogy Kern András, most adott esetben, hogy én mondom, utána elkezd nem jó lenni minden. Eddig nagyon jó, az ember azt mondja, hú, az Isten most megkaptam a hamletet, én vagyok a jó helyzetben, és utána el kell kezdeni próbálni, és próbálni nem jó, akkor kiderül, hogy a hamlet nem is olyan jó szerep, a többiek a jó szerepek, hogy nagyon sok szövege van, azt nem lehet megtanulni. Hogy a rendező hülye, és egyáltalán nem érti a darabot. Hogy én nekem nem való a Hamlet. Aztán nagy nehezen összekészül a Hamlet, és akkor be kell mutatni, akkor meg kell bukni benne. Vagy valami sikere ugyan van, de a kritikusok majd azt írják, hogy milyen rossz volt. A nézők ugyan jönnek, de csak egy darabig, mert elfárad az előadás. Aztán kiderül, hogy se, aztán csupa, csupa hátrány és kellemetlenség, egy idő múlva meg azt mondja az ember, Istenem, már megint a hamletet kell játszani, és megy be hétkor, hogy micsoda nagy meló lesz ez ma este, és ezzel kell szórakoztatni az embereket, akik mi a frászér jönnek a színházba, mi nem olvassák el otthon a hamletet. Szóval a színésznek csupa-csupa sok-sok baja van, az egész színész élete rendkívül kellemetlen és nehézkes és ebben még a Darvas is partner volt aki azt mondta egyszer hogy kérlek szépen, az nagyon jó dolog, hogyha az emberről beszélnek, és azt mondják, Istenem, ez a darvas Iván, micsoda nagy alak, milyen remek volt ebben, vagy abban a szerepben, ez mind nagyon jó, de csinálni ne kelljen, ne kelljen este bemenni, és eljátszani valamit, hiszen az rendkívül fárasztó, kellemetlen, nehézkes, gondot okoz, idegességet, stressz helyzetben hoz korai betegségek jönnek belőle. Ne kelljen semmit csinálni, csak mondják azt. Istenem, ez a darvas Iván. Ilyeneket mondanak. Akkor az nem felhőtlen boldogság, amikor estéről estére felgördül a függöny? Nem. Nem? Nem. Nem, az egy hatalmas ja, munkam. Azt mondani, hogy, hogy ön nem öröm színész. Akkor ennek mi az ellentéte? A szomorú színész? Vagy bánatos színész? Az örömszínésznek? Igen, igen. És ön az? Én azt hiszem, igen. Uh -huh. Szóval van, mit tudom én, a Koltai Robival sokat játszunk, a miniszter meg a Balfátszánt vacsorára nevű két vígjátékot játszottuk, az egyiket háromszázszor, a másikat már mindjárt háromszázszor, vagy már volt is háromszáz, nem tudom. Tehát 6 700 előadásban játszottunk együtt, és az mindig úgy zajlik, hogy bemegyünk a József Attila színházban a megfelelő öltözőbe, Együtt, és azt mondja a Robi, jaj, jó van, jó van, ma jön 12 vendégem, és nézik, és ma nagyon jó lesz, most iszom egy kávét, és nagyszerű előadás lesz. Én meg bemegyek, és azt mondom az Isten verje meg, hogy már megint játszani kell. Jézus Máriám, de nehéz lesz oda bemenni. Én is iszom egy kávét. Ja, nem ihatok kávét, akkor nem iszom most kávét. Na mindegy, hát ez borzasztó. És ő azt mondja, mi? Mi ebbe a borzasztó? Hát ez nagyon jó lesz. <laughs> és akkor így bemegyünk együtt, és elkezdünk játszani, és szerintem mind a ketten jól játszunk, vagy legalábbis az a az a tervünk, hogy aznap este éppen jók leszünk, de így kezdünk bele ilyen különböző hát, dolgokba. Az jut eszembe, amit Besenyei Ferenc mondott, már biztos tréfásan, hogy ő azt mondta, hogy ha akár játszik este, akár nem, ő este 7 órakor általában mindig alszik. Hát ez az, igen, ilyeneket mondanak a színészek. Persze ezeknek a nagy része vicc, hát és ilyen. Aztán nem igaz. Egyébként most az interneten, most ugye a könyv megjelenik, a könyvbemutatón valaki készített velem egy interjút, és azt hiszem a címét ugyan megváltoztattuk, de magában az interjúban elég butuska is nő volt, megjegyzem. De aki csinálta, de minden esetre én azt mondtam neki, ebből a könyvből egy szó nem igaz, meg egyáltalán én belőlem egy szó nem igaz, ne higgyen el semmit. És az ő komolyan vette, szépen leírta, és van egy ilyen cikk. Most is azt akarom mondani, hogy ebből az egészből ám nem minden igaz. Hát beszél az ember össze-vissza. Nem vagyok én minden este ilyen. Nehézkes, meg negatív a színházban, és aztán remélem, hogy a színpadon ebből semmi nem látszik. Úgyhogy ezek olyan igazi kulisszatitkok, valószínűleg ezt nem is szabadna elmesélni, mert szegény nézők majd hallgatják, bejönnek és azt nézik, hogy ez az a Kern András, akinek nem is volt kedve játszani. Úgyhogy így már nehéz lesz. Nem szabad ilyeneket elmondani az Mesélte, emberek magáról, mesél. meg nem is biztos, hogy igazak. Mesélte ezt a próbatáblát, illetve amikor a színész oda megy a próbatáblához, hogy mi is van kiírva. Amikor oda ment a Víg hát jó sok évvel ezelőtt a próbatáblához, és azt látta, hogy Dostoyevsky bűnés bűnhődés rendezte el Jubimov, Raskolnyikov, Kern András, akkor az meglepetés volt, öröm volt, félelem volt. Mit érzett akkor például? Ezeket mind. Mind? Igen, igen. Persze, meglepetés. Őrült nagy meglepetés volt, hiszen én magam nem gondoltam, hogy én egy raszkolnyikovot eljátszani képes, vagy az, szóval, az nekem való, hogy én, én rám fogják osztani, az egyáltalán nem volt nyilvánvaló. Maga a úgy írja, hogy egy sápadtarcú, szemű, gyönyörű fiú, megy ottan éjszaka utcák, sötét utcákon, és tébolyult gondolataival küszködik, amikor megöli ezt az öreg asszonyt, és van benne tényleg valami ö, 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 rasszista, fasiszta gondolkodás, ez ez egész regénynek ez a problémája, hogy igaza van a, ső, a ezt erősítette. Igen, nagyon, rendesen. és akkor ezért lehetett én nekem azt eljátszani, azt, hogy ő neki milyen Szép arcvonásai vannak, hogy milyen tekintete van a, a szépség felé. Úgy értem, hogy jó vonású fiú. Ezzel a Jubimov egyáltalán nem törődött. Ugye én azt hittem, hogy fog törődni, és biztos, hogy szép fiúra osztja. Nem szép fiúra osztotta. És mindig azt mondta később, hogy ennek az volt az oka, hogy ő neki az volt a fontos, hogy látszik az illető színészen, hogy hogyan gondolkodik az őt. Nagyon érdek. jobban érdekelte, mint a külső, az, hogy Ugye olyan színész játsza, akin lát, látja a gondolatait, ahogy mennek a fejében, és ezt én bennem látta, és akkor aztán jö, ugye, hogy a Bodrogi meséli a Hamletről, én velem is jött sok nehézség ezzel a produkcióba, illetve a Jubimovval, meg a mi találkozásunkkal. Sok-sok az azért... sok nehézség, amiről ez a könyv részletesen beszámol. Az az érdekes egyébként, hogy aztán jó 20-25 évvel később ugyanezt a Jubimov féle adaptációt ugyancsak a Víg színházban színpadra állított a Tordi Géza, igen. és ebben a színpadi változatban éppen a Tordi Géza által ebben a jubimov rendezésben játszott vizsgálóbírót, meg ön játszotta. Igen, Érdekes igen, keveredése bizony, a dolgoknak. Bizony, az aztán elég nehéz is volt próbálni, mert amikor a mindig igen, hogy a Hát a Kamarás Ivo, Ivánnal próbáltam én azt, akkor ő volt a Raskolnyikov, és mindig a Kamarás Ivánnak akartam én magyarázni, hogy hogyan kell a Raskolnyikovot játszani, hiszen én Raskolnyikov voltam, és akkor rájöttem, hogy én most a porfirit játszom, tehát nem a Raskolnyikovval kell foglalkozni, amit viszont a Tordi játszott, aki rendezte az egészet, és próbálta nekem elmagyarázni, hogy hogyan kell a porfirit játszani, hogy jó bonyolult hármas keveredés volt ez. De végül azt is szerettem, az jó előadásnak tartottam. Itt már beszéltünk arról, hogy mit is érez a színész színpadra lépés előtt a színházba, és hogy milyen vegyes érzések vannak, akár előadásonként is változóan. Másfajta ez az előadás előtti érzése, amikor koncertje van, mert most rendszeresen a Víg Színházban van koncertje, ugye szeptemberben volt a Magyar Dal napja, és azóta ezt a nagy sikerű előadást rendre rendszerességgel havonta-havonta kétszer ö, műsorára tűzi a Vix Színház. Az például más érzés, amikor egy koncertre készül, vagy a koncert előtti érzés? Az nem. nehezebb? Nem nehezebb? Vagy... Nem. Nehezebbnek tűnt először. Én hosszú ideig nem voltam erre könnyen rávehető. Ezt régóta mondjuk már, vagy mondják, vagy szóval gondoltunk rá, hogy ilyen sok dal összegyűlt, amik lemezen vannak, amiket én nagyon szerettem lemezre énekelni. És sokszor úgy szerintem saját magamról is szólnak, vagy úgy a mi nemzedékünkről beszélnek ezek a dalok, és mindig volt róla szó, hogy ebből legyen majd koncertforma is, vagy az élőben való előadás legyen. Én nagyon féltem ettől, hogy az nehéz. A, a, a zene, zene nekem nem olyan természetes, mint egy zenésznek, vagy egy nagyon zenésre hajlamos színésznek. Én hát, nekem ez nehéz öt, volt. Hat, hét, egy Igen, de az egész más. Valahogy egy stúdióban egy éppen elkészült dalt, aminek esetleg én írtam a szövegét, vagy én irattam valakivel, vagy együtt csináltuk, vagy beleszóltam a zenéjébe is kicsit, vagy úgy megtanultam csak, és azt egy lemezre fölénekelni, hogy az úgy ott maradjon, és egy olyan érdekesség legyen belőle, az majdnem, hogy azt mondom, hogy egy tehetségbeli és egy műszaki munka ahhoz nem kell egy olyan, olyan, rutin vagy gyakorlat. Én legalábbis úgy éreztem eddig. Szóval az egész más, egy stúdióéneklés. éneklés. Az, hogy az ember álljon egy színpadon, és megy az élő zenekar, és ott nincsen appelláta, nem lehet újra venni, nem lehet újra kezdeni, ha hibázott az ember, hibázott. Szóval ugyanolyan, mint egy színi előadás, azt akarom mondani, nem más, de mégis én ettől nagyon féltem, most meg egyáltalán nem félek. Ha most, mertől. hogy mit lehet újra kezdeni, vagy újra csinálni, azt olvastam, hogy amikor még éppen az első lemeze készült, már megvolt a teljes hanganyag, vagy a teljes hangfelvétel, elmentek a stúdióból, leszereltek mindent, és aztán néhány Nap múlva ön az egyik számot illetően, hogy mégis változtatna rajta valamit, amikor már szinte elkezdték nyomni a lemezeket. Ez a olyan szakmai szigorúság, vagy örök elégedetlenség a saját teljesítményével, vagy magával? Én ezt nem tudom, és nem is tudom, hogy volt-e ilyen. Volt-e ilyen? Egy ez interjúban igen? Igen. igen. Az első ezzel kapcsolatban. Igen. Gőzöm nincs nem emlékszem rá, hogy ilyen lett volna de talán Akkor egy másik nem biztos, hogy az egy első volt ilyen, is ilyen. Is. É, hát persze persze, persze, és az, hogy az ott marad az nagyon nagy erő, mint ahogy a filmezésben is, filmről még talán keveset is beszéltünk ott is, az, hogy szóval hát annak van előnye is, meg hátránya is a színháznak az az előnye, hogy nem hogy mindig újra csinálható javítgatható tehát az egyik de este az nem este sikerült, az már úgy marad. Hát Te az, úgy marad, igen. Nem lehet ezt mondani a közönségnek, hogy majd tessék visszajönni holnap, nem, vagy holnap de után, azért mégis csak, mégis csak van az embernek egy lesz. olyan érzése, hogy attól, hogy holnap után még egyszer csinálja az ember, tudom, hogy nem egy egy másik közönség, de én mégis eljátszhatom még egyszer. Filmezésnél ez nincs, az, od, az bizony ott marad, és azt úgy fogják vetíteni, amíg a világ világ. Ugyanilyen a lemezcsinálás is, tehát elég nagy felelőssége van az embernek, hogy mi az, ami oda arra a filmszalagra rá van fényképezve, vagy mi az, ami arra fémlemezre, vagy műanyag lemezre rá van énekelve, az bizony úgy marad az idők végezetéig. Színházban ezt nem érzi az ember, sőt, inkább azt érzi, hogy az úgy elmúlik azzal, hogy ugyan megnézte ez ezer ember aznap este, de egy másik ezer ember, egy másik társaság fogja megnézni egy következő este, és ha ma nem volt a nagyon jó, akkor az ember hajlamos azt hinni, hogy ez kiavítható, majd a legközelebbi jobb lesz. Egyébként az jutott eszembe, hogy Sziatoszláv Richterről mesélnek egy történetet, hogy az egyik este végig zongorázott, végig egy koncertet, és aztán amikor vége lett, hatalmas siker volt, de amikor vége lett, akkor odafordult a közönséghez, és azt mondta, hogy ne haragudjanak, én úgy érzem, hogy nem voltam ma este olyan jó, elégedetlen vagyok ezzel a teljesítménnyel, én eljátszom még egyszer, Nyugod, önök nyugodtan menjenek haza, de én csak úgy magamnak eljátszom még egyszer. Na most ez az, amire utaltam az előbb, hogy azért ezt a színházba ugye ezt nem lehet. Nem lehet így kijavítani, lehet majd egy másik közönségnek két hét múlva. Egészen különleges dolog ez, olyannyira különleges, hogy például a Róbi épp a Koltai meséli, hogy az Aser Tamás, az szeret a előadásokba belenézni, vagy néha végignézi, vagy sokszor végignézi az előadásait újra és újra? Tehát a nagyegyedik a, a színházban majdnem minden előadásánál igen, és akkor megnézi, és hozzászól, és a következő előadásra instrukciókat ad hogy azok ma a következő előadáson a hogyan A szerint még az utolsó előadásnál is, amikor már éppen lekerül, még Há akkor ezt, is ad Hát Ezt akartam mesélni, ezt nem tudtam, hogy ezt mindenki tudja, hát ha a hallgatók nem tudják, azért nekik meséljük Igen. el. Hogy volt egy olyan előadás, valami táj előadáson Igen. volt, én úgy tudom, a koltai Robi legalábbis úgy meséli, hogy elmentek, nem tudom, szombathelyre és valamit eljátszottak ott, ment velük az asszony, és visszafelé az autóbuszon elkezdtem magyarázni, hogy a legközelebbi előadáson mit, hogyan kell csinálni. Égő szemekkel, hatalmas intenzitással és részletesen sikító hangon instruálta a színészeit a következő előadásra, annak tudatában, hogy következő előadás nem lesz mert ez az utolsó volt. Ez nem zavarta őt, szépen magyarázta, hogy hogyan kell majd a következőn játszani, hogyan kellene elvben rendezett egy kicsit még. Hát ilyen ez a következő előadás, vagy ez a javítás. Hogy látja egyébként, hogy mi a maradandó a színházban? Az, amit mi nézők, ugye az emlékezetünkben őrzünk, például egy Gábor Miklós hamletjéről. Hát persze. Ez a maradandó, de hát manapság már alig emlékeznek Gábor Miklós Hamletjére. Ön, az én édesapám, Igen. akkor az, az nem is. Hát ennyi, nem, ennyire el, nem már hát Nem marad a színház. Már kiemlékszik, kiemlegeti őket. Én. Én, mert én láttam őket. Én azt mondom, hogy addig él egy színházi előadás, amíg élnek azok, akik látták. Aztán, ha már nem élnek azok, akik látták, akkor nem nagyon él. Ak akkor már csak azoknak az emlékezetében élek kicsit, akiknek meséltek róla. Tehát az ön édesapja az elmesélte önnek, és ön fogja tudni örök életében, hogy a Gábor Miklós milyen jó volt a Hamletben, de emlékezni igazán nem fog rá, mint hogy én sem emlékszem arra, hogy a csortos Liliómia milyen volt, csak tudom, mert az én apám sokat mesélt róla. De ennyiben még egy kicsit fönnmarad, aztán utána nem marad fönn. És ez elég borzalmas, ezen lehet sírni, ezt igen, minden korosztály elsírja előzőnek az emlékét így, én is tapasztalom ezt minden öt percben, hogy nem mm. tudják ki ez a Gábor Miklós, nem tudják ki a Mensáros, egy pillanat múlva nem fogják tudni ki volt a Kállai Feri, nem fogják tudni ki volt a Sinkovics, mert ezek úgy elmúlnak, és így múlik el a színház. De addig, amíg valakinek az agyában benne van az, hogy milyen óriási élményt szerzett neki valaki, addig az emlékszik. Mm. Tehát akinek van erről élménye, személyes élménye, és nagyon hatott rá, de hogy Isten katarzist okozott neki valami, az szerintem az megmarad, azok emlékeznek. És ha valaki mondjuk 50 év múlva, mi is lesz, akkor 2062 mondjuk kezébe veszi ezt a könyvet, ezt a nem interjú kötetet, mondjuk azt, hogy beszélgető könyvet, beszélgetős könyvet Kern Andrással, és mondjuk még megnéz néhány filmet, elolvas néhány színházi cikket, vagy interjút meg színi kritikát, akkor mit gondol, hogy mondjuk milyen képe lesz arról, hogy ki is volt ez a Kern András? Itt a 20. század végén, 21. század elején. Halvány lila gőzöm nincs. Kern András, köszönöm szépen.